A sérült Radojevic nélkül lépett pályára a 120. születésnapját a meccs napján ünneplő, már biztos ezüstérmes Ferencváros ellen a Kisvárda. A vendégek kezdtek jobban, sorra lőtték a gólokat, míg a hazaiak csak kapufákig jutottak. A zöldfehérek már 8 góllal is vezettek, a félidőre pedig 12-18-as állásnál vonultak le a csapatok. A második játékrészben zárkózni kezdett a Kisvárda, az 51. percben 2 gólra jött fel Dévényi János együttese, de a Fradi újítani tudott, és végül 5 gólos győzelemmel távoztak a fővárosiak a kisvárdai sportcsarnokból. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, ugyanis azért egy meghatározó emberünk hiányzott ugye a keretből, aki a házi góllövő listát is vezeti. És nagyon idegesen is kezdtük a mérkőzést, pont nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, ilyen egy passz, két passz beálló, egy passz, két passz lőttünk, igaz a kapufát is le kell cserélni éppen, szerintem 5 vagy 6 kapufát lőttünk ebben az időszakban, ez nagyon kedvezett a Fradinak, és ugye nagyon számolatlanul lőtte nekünk a könnyű gólokat, le is ment gyorsan a két T betű, aztán próbáltam rendet rakni a fejekben, illetve voltak más tényezők is, amik egy kicsit hátráltattak bennünket, de erről inkább most nem mondanék többet. De utána a csajok felkeltek, és elkezdtek fegyelmezettebben játszani, és ennek megvolt a Isten igazából a eredménye, ugyanis úgy gondolom, hogy sikerült végül is egy jó mérkőzést játszanunk. A vendégek edzője a jó kezdés mellett annak is örült, hogy a második fél időben ismét fel tudott pörögni csapata. Az első 20 percünk azt szerintem kifogástalan volt, koncentrált, odafigyelt, tehát amit szerettünk volna, azt meg tudtuk valósítani, hogy védekezésből a futást. Utána, ahogy egy kicsit lazult a védekezésünknek a feszessége, azonnal gyengült a kapus teljesítményünk is, és igazából onnantól, hogy nem tudtuk meglőni a könnyű góljainkat, elég szenvedőssé vált számunkra ez a mérkőzés. Hál' Istennek a végén a védekezésváltásból tudtunk ott, meg nagyon eredményes szélső játékkal végül is újra maga biztossá tudtuk tenni a különbséget. Az NB1 tabelláját a már bajnok Győr vezető 50 ponttal megelőzve a 42 pontos Ferencvárost. A 21 pontos Kisvárda 8. helyen várja szerdai EGRI vendégjátékát.